Jelentős változásokat vezet be július 1-től a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, amik leginkább a földhasználati szerződéseket érintik majd. Az egyik fontos változás már életbe is lépett, ez a haszonbérleti díj kifizetésének módját szabályozta. A 2022. január 1 -e után megkötött haszonbérleti szerződések esetén nincs már mód és lehetőség készpénzes fizetési teljesítésre, csak átutalás, illetve postai úton tudják haszonbérlők teljesíteni haszonbérbeadók felé a kötelezettségüket. Azonban három kivételt így is megenged a jogszabály. Ha közeli hozzátartozók között történik a teljesítés, ha tanyabérbeadásról beszélünk, vagy ha az érintett terület mérete kevesebb, mint egy hektár. A másik fontos változás július 1-ével lép majd életbe hogyha két gazdálkodó, két földműves tulajdonan bírt egy adott ingatlanban, az egyik szerette volna megvásárolni a másik ingatlanát, akkor nem volt időkorlát, tehát bármikor szerzett tulajdont, akár egy hete, egy hónapja több éve, akkor egy közös tulajdon megszünteti okirattal tulajdon szerezhetett és hatóság jóvágyás alól mentes volt. A jogszabály itt szigorítást vezetett be, hiszen csak akkor mentesülhet az adásvételi szerződés a kifüggesztés alól, a vevő legalább három éve tulajdonostárs az adott területben. A rendszerben egy új úgynevezett megtagadási jog is bekerült, vagyis ha a föld tulajdonos aránytalanul magas áron akar haszonbérleti szerződést kötni, akkor a bérbevevő akár keresetet is indíthat az ügyben. A jogszabály nyilván egy, egy egészséges inflációt figyelembe vevő emelkedést megengedés tolerál, a helyben szokásos kialakult bérleti díjaktól való drasztikus eltérést az amit, az, amit nem tart elfogadhatónak és aránytalannak, tekinti. Ez minden településen más és más lehet. A szakértő hozzátette, akár toll nem a vonatkozásában is lehetnek nagyobb eltérések a föld minősége, művelhetősége és öntözése, valamint a holléte miatt.